Üdvözlök mindenkit, ha van Ágnes vagyok, a Torta Dekor webshop szerkesztője. Mai videónkban az ibolya elkészítését fogom bemutatni. Nem kell hozzá sok minden, egy kis ehetőragasztó, keményítőpor, olló, 30-as drót, ceráknak a kétféle erezője, kis ecset, egy szivacslap, egy csípőfogó, és a Saracino nagyon jól használható cukorvirágmasztája. Nem egy nehéz virág, egy ötszínű dölcsöves virág, amit egy gömbből alakítunk, egy golyóból alakítunk ki. Ez az én kemény referencia golyom, és egy ugyanekkora méretű golyót fogunk formálni. Ennek a mérete durván 5 mm átmérőjű, tehát egy fél centis golyót kell először elkészítenünk. Ha egy kicsit ragadnám azt, akkor keményítőzzük be. Szép kerek golyó legyen, és hogyha megvan, akkor a mutató ujjunkkal az egyik felét kicsit elnyújtjuk, és tölcsért formálunk belőle, majd a kerek végénél az ollóval durván 60-40%-ban bevágjuk, a 40%-os részt ketté vágjuk, így kialakul a két felső szirom, a 60%-os részt pedig három felé vágjuk, úgy, hogy a két szélső egy kicsit kisebb legyen, a középső szirom pedig nagyobb. Ha ez megvan, akkor a ceráknak a 303-as erezőjével, a vastagabbik részével a két felső szirmat szépen kialakítjuk, úgy, hogy betoljuk ezt a szerszámot egészen a virág belsejébe, majd óvatosan kihúzogatjuk vele a masszát, és akkor meg lesz a két szirom. Ha ez megvan, akkor a három sziromból a két szélső jön, így szép óvatosan, majd végül a középső, amit egy kicsit nagyobbra húzunk ki, mint a többit. Ez lesz az ibolya fő szirma. Aztán jön a közepe, az pedig a cerált 302-es szerszámával tudjuk kialakítani, egy kicsit benyomjuk a virág elsőjébe, és amikor egy kicsit úgy beleragadt, akkor még a két szírom részt meg tudjuk úgy igazítani, hogy ne kerekek legyenek ezek a szírmok, hanem egy kicsit ovális alakban álljanak. Ha megvan a luk, akkor a 30-as drótunkra hajtunk egy nagyon pici fellelakot, ezt bekenjük egy kis ehető ragasztóval, majd a két szírom között, ez és ez között bedugjuk a tölcsérbe, és hátrafelé benyomjuk a tölcsér alakba, majd ujjunkkal jó rányomkodjuk a masztát, hogyha megszáradt, akkor még véletlenül se csúszton ki. Kicsit még meg lehet igazítani a szirmokat, és mehet száradni. Ha megszáradt, akkor jöhet a festés. Magic Color-nak a fuchsia, a Saracino kék, Magic Color levendula, Magic Color mélila porát fogjuk használni, ezeknek a különféle keverékét, hogy be tudjuk színezni a virágot. Először is egy halványabb álnyalattal indulunk a hátuljából. Szépen egy kis lapos ecset segítségével, amúgy ez is a ceráknak az ecsete. Szépen nagyon kevés porral elkezdjük színezni a szirmok hátoldalát. Nem kell túl sok festék, ez egy nagyon pici virág. Úgy próbáljuk megszínezni, hogy a szirmokat, azokat telibe színezzük. Ezt a kis kiálló tölcséres részt, a két oldalt egy kicsit meghagyjuk fehérem. Illetve a végét, ennek a kis tölcsérnek lehet egy a mély lila porral egy kicsit erőteljebb színt adni neki, hogy egy kicsit többféle színben álljon a virágnak a hátoldala is. Tehát itt egy kicsit sötétebb színre. Jó, a szirmok lehet még egy kis kékkel, lilával áthúzni, hogy többféle szín keveregjen bennük. Igen, ott kell fehérre hagyni, és ha ez megvan, akkor kezdhetjük festeni az elejét is. Az elejénél arra kell figyelni, hogy a szirmokat, magát befessük, de a virág közepét adjuk fehéren, egy elég jó nagy részen. Itt is figyeljünk arra, hogy minden szíromba próbáljunk mindenféle színt belevinni. Ne csak egyféle lilát használjunk, ne csak kéket, hanem vegyessen. Az egyik szírom lehet egy kicsit kékebb, a másik egy kicsit lilább.
teljesen mindegy, hogy mik jönnek, a vegyes színek mutatnak szépen, de mindenféleképpen arra ügyeljünk, hogy a belseje fehér maradjon, mert itt majd fogunk egy erőteljesebb színt adni neki. Tehát most szépen úgymond egyszínű, egytónusú a virág, és a mély lila színnel a három alsó szíromnak a belsét egy kicsit csak hozzáérintjük ezt a kis ecsetünket, nem húzogatjuk nagyon el, éppen csak azt szeretnénk, hogy legyen ott egy nagyon vékony csík, egy sötét lila vékony csík, ami úgymond egy ilyen erősebb tónust, egy elhatárolódást ad a szíromnak. Lehet látni, hogy ha megnézzük közelről, akkor milyen jó mutat, hogy fehér a közepe, és ott vannak azok az éles csíkok. Ha ezzel meg vagyunk, akkor kezdhetjük a szártakarást, az pedig úgy, hogy a szártakaró szalagot ilyen hosszanti V-alakokban fölvágjuk. Ez fogja majd adni az ibolyának azt a kis sziklevelét, vagy én nem is tudom, mi ez a kis mutyurka valami, ami ott van hátul neki. De először rátekerjük a drótra, középen. Kicsit húzzuk meg, úgy rátekerjük, és amikor úgy egy fél centis szalag már van rajta, akkor egyszerűen csak föltoljuk, és akkor ott mint egy kis sziklevelek, meg is maradtak ezek a kis kiállások. Jó? Ha ezzel megvagyunk, akkor levágjuk a maradék drótot, és a cerártnak az erezőjével, vagy bármilyen vékony kis nyújtóval egyszerűen csak ezzel a mozdulattal, amit mutatok, visszahajtjuk a szárat, ezáltal meg lesz ez az érdekes csavarulat, ami az ibolyára jellemző, így lefelé hajlik egy kicsit. Jó? Hogyha megvan, már csak ez a feladatunk, hogy minél többet csináljunk, gyártsuk az ibolyákat, reméljük, hogy mindenki jól fog ezzel szórakozni. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Sziasztok!